Én Petus István vagyok, Európa második legnagyobb bősejt központjának és transzplantációs központjának a Észak-Kelet-Magyarországi területű képviselője. Pár szóban el szeretném mondani, hogy mi a jelentősége ma az ősejteknek, és miért érdemes elgondolkozni anyukáknak, szülőknek. Manapság nagyon-nagyon sok érdekes dolgot lehet hallani az ősejtekről, lehet pro és kontrát, lehet negatívat, lehet jót olvasni a világhálón, ki melyiket érje el. Természetesen és ezt szeretném egy picit önöknek tisztábban lássanak erről az egész dologról és a jelentőségéről. Mit tudnak ezek az őssejtek, mik is ezek a sejtecskék? Ugye az emberi szervezet felépül őssejtekből, felnőtt és embrionális őssejtekből épül fel. A felnőtt sejtek ugye a későbbi életünk későbbi időszakában fejlődik ki. Az őssejtek, az embrionális őssejtek azok ugye hamarabb születésünk előtt, vagy születésünk után pár percen, ugye, amikor leveszi a szülész vagy a szülésznő segítségével az őssejtet, és akkor ők még nem specializálódott sejtek, nincsenek, még nem döntötték el, vagy nem döntött el a szervezetünk, hogy mivé alakuljanak, tehát mi izomsejté, szövetté, milyen sejtecskévé alakuljanak. Egyedülálló tulajdonságuk van a ősejteknek, hogy miért is fontos ez, ugye. Van az első, ami önmegújító szerepük van, tehát saját magukat képesek borzasztó gyorsan szaporítani és osztódni is. A másik, ami nagyon fontos, a differenciálódási hatásuk, amikor képesek más, a szervezetünkben más sejtekké alakulni és differenciálódni, vagy adott esetben ezeket a sejteket, szöveteket, szervrendszereket kijavítani, vagy újjáépíteni, regenerálni, úgymond. Másik nagyon-nagyon érdekes dolog az immunmodulációs képességük. Ez azt jelenti, hogy még immunológiailag nem fejlettek, és ezért nagyon fontos, amikor eldöntjük azt, hogy a köldözsi norvért levetetjük, vagy nem, mert ilyen mennyiségben és minőségben, ilyen tulajdonságban nem található meg már az emberi szervezetben ez az őssejt. És ha ne a gyúristen beültetése kerülne a sor, akkor ugye, amit említettem az előbb, ez az immunmodulációs képességből, tehát kisebb a kilökődés, vagy úgynevezetten a ellen anyagok termelése a szervezetben, és ezért nagyon fontos, hogyha elgondolkozunk ezen és levetetjük, és a beültetésre kerül a sor, akkor egy sokkal tisztább és egy jobb gyógyulási folyamatot fogunk elérni a köldözsinos ősejt beültetéssel. Honnan nyerhetünk az emberből ősejtet? Ugye az első, amiért most jelenleg itt vagyunk, ugye a köldözsinor vérből, de nyerhetünk akár a csontvelőből és a perifériás vérből. Itt megemlíteném önöknek, hogy egyenértékű ősejtet lehet nyerni a köldözsinor vérből, ugyanolyan egyenértékű, mint a csontvelőből, vagy adott esetben a perifériás vérből kinyert ősejtről. Egyedi összetételről már említettem az előbb, ahogy természetesen ilyen minőségben, mennyiségben nem fordul elő az életünk során, és természetesen egy megismételhetetlen folyamat, mert a szülés utáni itt pár percben tudják ezt a szülészek levenni, ugye amikor megtörténik a kép, jól illusztrálja a köldögzsinór elvágását, és utána az adott pár percben történik ennek a ősejtnek, köldögzsinóros ősejtlevétel, akkor történik. Ez természetesen nem káros a babára és az anyára sem. Ugyanolyan, én úgy szoktam jellemezni az ügyfeleimnek, hogy ugyanolyan tiszta és ugyanolyan érintetlen ez az ősejt, mint a újszülött. Azért, mert egyrészt ugye az ősejt minél fiatalabb és minél tisztább, annál jobb. A fiatalságát meg lehet őrizni. Ugye a mai tudomány állása szerint ugye folyékony nitrogén lefagyasztás, mínusz 197 fokos lefagyasztáson ugyanolyan fiatalag és ugyanolyan életképesen lehet megőrizni ezeket az ősejteket. Amit már említettem az előbb is, a naivitásukat, hogy immunológiailag tiszták, és még nincsenek különböző antigénjei, amikkel meghatározzuk, ugye hogy még milyen őssejt. Ugye? A levételről mondanék egy pár szót, amit említettem már az előbb is, hogy mind a anyukának, mind a babának fájdalommentes, teljesen kockázatmentes, a köldözsinóros elvágása után történik meg a levétel, és természetesen mindenkinek kockázatmentes.
Amit biztosít a családi bankolás, ugye a családi bankokba helyezzük el ezeket a őseiteket most jelenleg. Sajnos Magyarországon nincs közösségi bank, ennek nagyon nagy jelentősége lenne, hogyha lenne közösségi bankunk, de sajnos nincs. Ezért aki úgy dönt, olyan szülő, aki meg tudja tenni és el tudja tetetni a köldözsinór vérét, az családi bankban teheti el ma Magyarországon. Mit biztosít ez a családi bank? Ugye, ha ne adj Úristen betegség történik a családban, akkor ugye a gyors hozzáférés, tervezhetőség, ha ne adj Úristen olyan betegség történik, amiben már nincs más kiút, csak az őssejt, akkor ugye tervezheti a kezelőorvos, megvan a saját őssejt, és ugye adott bankban, ahol el van rakva az őssejtjük, megadott időpontra oda szállítja a cég, és ugye beültetésre kerül. A felhasználhatóságról mondanék egy pár szót. Ugye a saját felhasználásra tudjuk 100%-osan mondani, vannak az ikrek, ezek itt is a egypetőjű ikreknél lehet 100%-osan felhasználni, a testvéreknél egy olyan 25%. Itt azért megjegyezném, hogy nagyon-nagyon fontos a édes testvérnek a transzplantáció, tehát nagyon nagy az a százalék, így egy picit kicsi ez a 25, így ahogy nézzük, de nem sokára majd mondom a világon elvégzett transzplantációknál, hogy hány százalék a testvértranszplantáció. A másik nagy dolog ugye, hogy a szülőknél is felhasználás. Én úgy szoktam mondani az ügyfeleinek, hogy apukák, mi zárjuk a sort, úgymond a felhasználhatóságban. Nagyon-nagyon sokan kérdezik azt, hogy nagyszülő vagy unokatestvérnek adható-e. Sajnos arra azt mondanám, hogy 0% az esély, mivel a genetika egyezik, nagyon messze elmegy a genetika, már akkor sajnos. Pár szót mondanék a kezelésről, hogy milyen betegségekre alkalmazható ez az őssejt. Ugye van a úgynevezett rutinszerű alkalmazás a standard orvosi gyakorlatban ma már. Itt a köldözsinór vérből kinyerő sejteket alkalmazzák, úgymond vérképzőrendszeri megbetegedésekre, különböző hematológiai megbetegedésekre, immun és anyagcsere zavaroknak a kijavítására, plusz különböző daganatos megbetegedéseknek a gyógyítására alkalmazzák ma jelenleg rutinszerűen. A másik, amik kísérleti fázisban vannak úgynevezett klinikai kutatásokkal, ez a úgynevezett köldözsinór szövetből kinyert, tehát nem csak a köldözsinór vért tudjuk eltenni, hanem a köldözsinór szövetet is. Ezen belül egy jelentős ősejt, az úgynevezett mezenhimális ősejtet tudjuk eltenni, ami nagyon nagy százalékban ugye a szövetépítés alapja. Három orvosi szakot jelezni a kutatásoknál. Az első ugye mindenféleképpen a kardiológia, az ortopédia, és ugye a neurológia, ahol nagyon nagy sikereket értek el a köldözsinór szövet beültetésével. Amit mondtam az előbb is, ugye ez egy ilyen felvetést tesz, hogy az orvosi gyakorlatban ma már azt mondjuk, hogy rutinszerűen alkalmazzák világszerte a őssejteket. Nem azon gondolkoznak el, hogy milyen jelentősége van ma már, hanem hogy mire tudják még használni a őssejt beültetés, milyen betegségeket tudnak gyógyítani. Ezzel a diával azt szeretném jellemezni, hogy ugye világszerte használják már a őssejtterápiát, akár Magyarországon is természetesen. És ami nagyon jelentős, hogy mindig a kezelőorvos dönt a beültetésnek a menetéről és a beültetésnek a mienségéről, hogy szükségeltetik-e vagy sem. Itt egy pár számot mondanék, ugye 1988-ban volt az első köldözsinóros beültetés. Most jelenleg olyan 2,5 millió gyermeknek őrizik a különböző bankok a világon az őssejtjeit. Ebből a 30 ezer köldögzsinóros őssejt beültetés történt eddig. Összesen 1 millió őssejt transzplantáció történt, és ami nagyon lényeges, amit az előbb mondtam a testvértranszplantációknál, ebből az őssejt beültetésekből ugye a 60% az testvértranszplantáció volt. Itt egy pár képpel azt tudnám, vagy azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy milyen gondoskodásokat szoktunk el követni ugye az életünkben, ugye az egészségről, a családról, a biztonságról. Én úgy tudom jellemezni önöknek ezt a őssejtlevételt, mint az előbbi dián látott a úgynevezett biztosítása a családnak. Mindenféleképpen, aki ebben gondolkozik és eltetteti, az mindenféleképpen a családját biztosítja, úgymond. És ha nagy úristen szükség van rá, akkor beültetésre kerülnek ezek az őssejtek. Köszönöm szépen a figyelmüket.